Tisztelettel köszöntöm a Nagykörút nézőit, Dombóvári Gábor vagyok, és már is elmondom, hogy mi minden lesz a kulturális magazinban. Nos, jön az új 100 forintos. Várhatóan július 1-én, ugyanis korszerűbb, új alapanyagú érméket hoz forgalomba a Magyar Nemzeti Bank, de mindenkit megnyugtatok, és ők is megnyugtattak mindenkit, hogy a jelenleg használatos érméket továbbra is lehet használni, továbbra is érvényes fizetőeszköz. Az eszközök cseréjéről beszélgettünk a műsorban többek között. Itt lesz Pataki Tibor, a Magyar Nemzeti Bank készpénz logisztikai osztályának vezetője. Aztán június 27-e a magyarországi lengyelek napja, a történelmi eseményekre is emlékezve. Chopin Fesztivál és sok más ünnepi rendezvény, ami elmaradt, vagy éppen elhalasztották, de azért online sok minden létezik. Milyen az ünnep a járvány időszakában, és milyen lesz remélhetőleg már a befejeződött járvány után? Itt lesz a stúdióban Joanna Urbánska, a Budapesti Lengyel Intézet igazgatója. Aztán plegykafészek, egérfogó, vagy éppen csárdás királynő, és még jó néhány elmaradt, vagy pedig elharasztott színi előadás. De hát ami már majdnem biztos, legalábbis nagyon remélik ezt a színházi szakemberek és a közönség is, lesz mézesföldi nyár júliusban és augusztusban. Műsorok járvány időszakában és a járvány után, ha már minden jobbra fordul. A stúdióban Venyige Sándor, a Veresegy Színház igazgatója. Ugye megnézik ezt a Nagykörút magazint is. Köszönjük!